Sziasztok! Különböző fórumokon rendszeres téma az, hogy vajon a dupla falu olajtöltetű üstökben, amiknek ugye nyitott rendszere van, tehát nem zárt nyomás alatt lévő vizes duplikációja van, hanem nyitott a duplikáció és hőközlő olaj van benne, vajon mennyire melegszik fel benne az olaj, nem ége meg, nem degradálódik-e, nincs-e túl melege a hőközlő olajnak egy pálinka főzőben. Ezzel kapcsolatban szeretném megosztani veletek a méréseimet, ugyanis, hát most látjátok, a főzés végén járunk, gyakorlatilag az üstben a sisak hőmérő szerint közel 100 fok van, tehát a cefléből már majdnem minden csepp alkohol kifacsartunk, és annak érdekében, hogy a kérdés eldönthető legyen, én átköltöztettem a gyári olajhőfokmérőt az üst közepéről, az üsttest a palást közepéről a legalsó pontra, egy jó hosszú hőmérőt szereztem, ami benyúlik hát jó mélyen az olajtérbe, tehát nem is a szélén, hanem majdnem a közepén veszi a mintát, a hőfokot az olajfürdőben, és ebből az látszik, hogy gyakorlatilag végighajtva nagyjából 150 fokos a hőközlőolaj. Tehát azok a legendák, mi szerint itt ilyen óriási túlfűtésről lenne szó, meg arról, hogy a hőközlőolaj megég, meg hogy az alja jóval melegebb, mint a teteje az olajtérnek. Ez egy jó üst esetében, ahol kellően vastag a duplikáció, ott ez nem igaz. Tehát nem kell félni a használatától, nem okoz semmilyen problémát, és az olaj, a hőközlő olaj sem fog tönkre menni.